Minden évben, februárban megrendezik a Bonyhádi Gondozási Központ farsangi mulatságát. Ezzel búcsúztatják a telet és szórakoztatják az időseket. Az idősek klubja dolgozóinak nagyon fontos, hogy a gondozás ne csak a napi rutint jelentse, hanem a programszervezésben is aktívak legyenek. Most a jövőt szeretnénk bemutatni, ahogy mi elképzeljük, ugyanis polgármester asszony már elmondta, hogy megvásárlásra került egy új ingatlan, ahol egy új idősek otthona fog épülni, így bővülni fogunk, egy 51 fős intézményt készülünk létrehozni, és akkor egy kicsit ennek a fényében szeretnénk bemutatni a jövőt. Most az idősek klubjának van a farsangi rendezvénye, de az együttműködés keretében részt veszünk egymás rendezvényein. Mi is elhoztuk az idősek otthon a lakóiból a fentjárósokat, és akik szerettek volna eljönni velünk. Hosszú évek óta minden évben megrendezésre kerül a farsang. Amint elmondtam, ugye ez nagyon fontos, hogy elbúcsúztassuk a telet, őrizzük a hagyományokat, és a farsangnak nagy hagyománya van Bonyhádon. Nagyon jól szokták érezni magukat, ez majd látszani fog az arcokon is, meg hát igyekeztünk valami vicces műsort összeállítani, pont a hangulatnak a vidámsága miatt. László Péter, a Bonyhádi Gondozási Központ alkalmazottja elmondta, minden évben próbálják felvidítani az időseket. Kollégák, mindig készülünk minden évben más műsorral, és idén is sokat próbáltunk ugye fönt a központba, úgyhogy az idősek ne tudják, ne lássák, tényleg meglepetés legyen nekik. Színes a csapat, jó a csapat, jó kedvűek, úgyhogy könnyen megy. Ez a csapatépítő tréning is nekünk, ez nem falsan. Talán visszaidézzük neki a fiatalabb korukat az időseknek, és hát hogy kikapcsolódnak itt a farsangon, ugye találkoznak újból egymással, egymást látják, meg tudnak különböző dolgokat beszélni, ami a hétköznapokban történik velük, és jól érzik magukat nálunk szerintem. Én a Bonyhádi Gondozási Központnál dolgozok már 2018 óta, sofőrködünk, házhoz járunk, jelzőrendszerek vannak kiépítve, ebédet hordunk nekik, napi ellátásba szállítjuk őket. Van még több kollégám, aki most is nem lehet itt, de besegít ebbe ezekbe a dolgokba. Klem Józsefné azt mondta, rendkívül jól érezte magát a farsangon. Az idősek klubjában augusztus óta van jelen tagként, azonban már ennyi idő alatt is kialakított barátságokat. Nagyon örülök, hogy ilyen fogadtatásba és ilyen szép szeretetben vagyunk, úgyhogy minden elismerésem a gondozónőké és a társaságé, és nagyon jól érezzük magunkat mindig a műsorukon, és mindig nagyon kedvesek, és nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket, úgyhogy nagyon jó érzés, és köszönöm szépen a mindent. Nagyon jól éreztem magam eddig a közösségbe, meg mindenki, úgyhogy mindenki nagyon kedves és aranyos. A tombola sorsolás volt, a karácsonyi műsor is nagyon jó volt, úgyhogy minden elismerésem a vezetőségé és minden dolgozóé, hogy ilyen kedvesek és ilyen szeretettel fogadják az embereket. A szervezők a hagyományokhoz híven a jövő évben is megtartják a farsangi mulatságot.